Falu és tanyagondnoki képzés indult a Pécsi Egyetemen. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakóhelyek intézményhiányából eredő hátrányokat enyhítse. A szakemberek így az alapvető szükségletek kielégítését segítik a közszolgáltatásokhoz, és az egyes alapellátásokhoz való hozzájutást is biztosítják egyéni és közösségi szinten. Ezt a képzést úgy folytatjuk majd le, hogy a kar, az egyetem ad otthont a programnak, mi is adunk oktatókat, és valamelyest hozzájárulunk a képzés tartalmi finomításához is. Ez a gyakorlati orientált képzés tartalmaz azért elméleti elemeket is, tehát itt jelenik majd meg nyilvánvalóan az egyetem saját profiljával. Az új képzés elindításáért és lebonyolításáért a megyei önkormányzatok felelősek. Egy jogszabályváltozás értelmében ugyanis 2021. január 1-től a falu, illetve tanyagondnoki pozíciót csak azok tölthetik be, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek, vagy a munkáltatójuk egy erre a szakmára irányuló tanfolyamra, kurzusra íratta be őket. Így a Baranya megyei önkormányzat is természetesen ennek a törvényi kötelezettségnek is eleget téve megszervezte ezt a képzést. A Covid miatt a jelentkezések azok hosszabb időt vettek igénybe, de összesen közel 40-en jelentkeztek Baranya megyében az első megyei önkormányzat által szervezett falu és tanyagondnoki képzésre. A 170 órás falu és tanyagondnoki képzés április 21-én indult el Pécsen. A most jelentkezett hallgatók várhatóan már nyáron megkezdhetik munkájukat a környékbeli falvakban, ha sikeresen letették vizsgáikat.